Jordán Tamás. Tamás. Hát, szervusz. Szervusz, hogy telnek a napjaid karanténban? Hát nagyjából úgy, mint a többieké. Én eléggé szigorúan betartom magamat is fegyelmezve, mindazokat az előírásokat, amik kötelezők ránk nézve, egyet is értek velük, nem mozdulok ki a szobából. Hát tulajdonképpen egy kevés kis sétától eltekintve én itt vagyok. Azért nem érzem börtönnek, mert nincsen rács az ablakon, mert különben tökéletes börtönnek felel meg. Most nekem azért van dolgom, a jövő évadot elő kell készíteni úgy, hogy tele van ismeretlennel. Most fogjuk megtudni a végleges támogatási összeget. Nem tudjuk, hogy mikor kezdődik a szezon. Mindenki nyugtalan, hogy mikortól próbálhatunk. Elmaradt bérletes előadásaink vannak, elmaradt bemutatóink vannak, tehát mikor lehet azokat bepótolni. Tehát szorongva várjuk, hogy felszálljon a fehér füst, mint a pápa választásnál, és azt mondják, hogy ekkortól már lehet próbálni. Bármilyen korán lenne ez az időpont, mi rögtön elkezdenénk próbálni. Én most annyira örülök ennek az egész akciónak, amiért mi most beszélgetünk. Annyira boldog vagyok attól, hogy van egy olyan lehetőség, hogy csatlakozok egy olyan mozgalomhoz, amelyből nyilvánvalóan hiányzik a politika. Vagy azt mondanám, hogy attól, hogy mindenféle oldalról, mindenféle pártból részt vennek benne, az egyben jelenti a politika mentességet is. Attól, hogy nagyon sok politikus van benne. És boldogan csatlakozom hozzá, mert olyasmiről van szó, ami végre békés, nyugodt és nemes célt szolgál. Most a sztorimat készítem elő ezzel. Nem bírom már a politikai csetepatékat. Lehetetlenség. A stílus is lehetetlen, a téma is lehetetlen, meg a hang nem is lehetetlen. És ez eszembe juttat egy gyerek száját, amit az Adél lányomtól kaptam. Lehetett 3-4 éves, amikor Gyulán mi, én a nyári játékban vettem részt, és sétáltunk úgy a parkon keresztül. És akkor valamiért úgy beszélgetni akar. Akartam vele. És mondom, tudod, Banyuska, ez volt az ő beceneve, még ma is így szólítom. Tudod, Banyuska, nézzél körül, ezen a helyen mi az anyukáddal, még te nem is éltél, mi rengeteget veszekedtünk. Ilyen székely ritmusú beszélgetés volt, tehát nem jött ő rögtön, mentünk, én ezt elmondtam neki, és akkor kérdezte, hogy és min veszekedtetek? Már megbántam, hogy beszélgetést indítványoztam, de hát akkor muszáj volt válaszolni. Székely ritmus, megint hosszú szünet, és mondom neki, hogy hát tudod, hát nem értettünk egyet. Szünet, fölnéz rám. És ezt üzenem a politikusoknak. Fölnéz rám, mondtam, hogy nem értettünk egyet. És miért nem feleztétek el? Olyan, és ez azért emlékszem erre, mert minden vitánál, akár szakmai, akár baráti, akár családi, minden vitánál eszembe jut az, hogy gyerekek, ne vitatkozunk, felezzük el, és olyan jó lenne, hogy ez kivitelezhető lenne. Direktor úr, üzennél a követőidnek, a színházrajongóknak, hogy ők is csatlakozzanak a székely kezdeményezéshez? Hát nagyon nagy ambícióval tenném ezt meg, mert egyébként is kötelességemnek érvezném. Bármilyen kisebbségről van szó, én mindig odaállok a jó oldalra, a kisebbségek érdekét szeretem mindenhol képviselni. Most az Erdély vagy a Székely ügy az egészen közelről érint, mert mi négyszer vagy ötször, most pontosan nem tudom, tettünk túrát Erdélyben a Kalánkával és a Sebő Ferivel. Fűszva Balázs, irodalomtörténész vezette, beszélgetett az emberekkel, és mi verseket adtunk elő, én prózában, a zenészek meg megzenésített versekkel. Fantasztikus volt a fogadtatás. Én megismertem, hát voltunk Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Szatmár Németiben, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, tehát elég sok helyen, és mondom sokszor. És mindig komolyan megrendített az, hogy ezek hogy őrzik a magyarságukat. Idegen közegben, ellenséges szándékokkal, meg tervekkel ragaszkodnak ahhoz, hogy magyarok. És az, hogy magyar
ról magyar verseket hallanak általuk ismert emberektől, az egészen döbbenetes hatású volt. Tehát engem úgy föltöltött az erdélyi út minden évben, hogy egész évre kitartott. Az, hogy lehet, szóval nagyon jó magyarnak lenni, és nagyon lehet szeretni a magyarokat, azokat is, akik ott élnek, és székelyek, azokat is, akik itt élnek. Tehát én borzasztóan elkötelezett vagyok erdélyi ügyben, és azért szeretném, hogyha mindenki, nagyon sok ember ennek van köze Erdélyhez, de azoknak, akik eddig kevésbé volt, azok higgyék el nekem, hogy nagyon fontos kezdeményezés ez, és nagyon nagy szükség van rá, és érezzük azt mi, a Magyarország határán, most ez a területen, érezzük azt, hogy nekünk közünk van hozzájuk, mint ahogy ők is szignifikáns módon éreztetik, hogy ők ide tartoznak. Csak most éppen a politika annak idején elválasztott minket. Ide figyeljetek, gyerekek, felnőttek, fiatalok, ide figyeljenek, kedves urak és kedves hölgyek. Higgyék el, hogy ezeket, amiket én mondtam, ezek nem szóramok, hanem igazi tartalmuk van. És szeretném, hogyha átéreznék azt, hogy kötelessége minden magyarnak emellé az ügy mellé állni. Írd alá! Na!